A magyar munkás nem kell a magyar kormánynak. Nem a külföldi munkásnak kell haragudni. Ők éppen úgy keresik a jobb megélhetést, mint az a 600 ezer magyar, aki tőlünk indult el külföldre, hogy újra kezdje az életét több lehetőséggel, jobb bérrel. A kialakult helyzetért tehát nem a munkások felelősek, hanem a végtelenül önöző és rövidlátó vállalatok és az ő szövetségeseként, az ő érdekei képviseletében fellépő magyar kormány. Az Orbán kormány felmondta a szövetségét a nyugattal, a keleti nyitás politikájának jegyében, és valójában ellenséges az európai szövetségesekkel és az Egyesült Államokkal, miközben sok tekintetben aggályos keleti rezsimekkel, vagy kifejezetten háborús agresszorral keresi a barátságot. Most a magyar munkások ellehetetlenítése zajlik ennek a politikának a jegyében. Orbán Viktor kormánya azonnali hatállyal tiltsa meg az Európai Unión kívüli külföldi munka alkalmazását, amíg nem képes biztosítani, hogy azáltal nem sérül a magyar munkások méltányos érdeke. Mert a magyar kormánynak a magyar munkásokat kell képviselni. Köszönöm szépen!